Az ünnepi alkalmi összejövetel az egyház ifjú tagjainak kezdeményezésére valósult meg, akik már 2 hónapja készültek a rendezvényre. A Jovan Bandur zeneiskola tanulói és tanárai örömmel tettek eleget a meghívásnak. Pevati u crkvi je uvek posebno, potpuno razlikuje se od nekih, da kažemo, svetovnih koncerata, gde je nekada cilj možda više na zabavi, dok se ovde zaista na duhovnim koncertima osjeti jedna posebna energija, poseban mir i posebna blagodat. Neves operaénekesek, egyetemi hallgatók és zenészek is meghívást kaptak a koncertre. Ők egykor a Pancsovai Zeneiskola növendékei voltak. Crkva je posebno jedno sveto mesto, i samim tim imate određenu, odnosno veću odgovornost kada pevate u crkvi, pogotovo ako ste vernik. Opet moram da kažem da je crkva jedna od najakustičnijih prostora, tako da je veoma prijatno zapravo pevati u crkvi. A karácsonyi díszben tündöklő templomban több nyelven hangoztak el az alkalmi dalok és szerzemények. Éppen ez is a célja ennek a hangversenynek, hogy a lelkünket ilyen formába is eltöltse az öröm. Mert a karácsony olyan nagy öröm ünnep, Isten legyen a földre, és velünk van. Hát tehát szinte felfoghatatlan, és éppen ezt akarjuk, ezt az örömet akarjuk ilyen módon is, tehát hogy ez az öröm, ez is erősítse majd azt az örömet, hogy valóban Isten velünk van. A műsor végén a kórus és a zenekar közös előadásában felcsendült a Csendesély című karácsonyi ének, miközben az egyház ifjú tagjai a Csillag, a Szent Család és a Három Király jelmezébe öltözve bevonultak a templomba.